És akkor, mivel eljött a 18 óra, nagy szeretettel köszöntöm azokat a nézőinket a Facebookon, akik érdeklődnek a mai beszélgetésünknek a rendkívül izgalmas témája iránt, ugyanis arról lesz szó, hogy az Európai Ürügynökség 11 év után most először egy űrhajós válogatást hirdetett. Ennek a meghirdetése hivatalosan a múlt kedden történt. Aki jelentkezni szeretne, az még nem kell, hogy rohanjon, mert március 31-től 8 héten át lehet majd jelentkezni rá. Viszont a Magyar Asztronautikai Társaság szeretné, hogyha minél többen értesülnének erről a lehetőségről, hiszen ennek van egy nagyon nagy különlegessége, hogy magyar állampolgárok is pályázhatnak majd erre a válogatásra. És ezért szerveztük meg ezt a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm a meghívott vendégeinknek, hogy ilyen rövid idő alatt is tudták vállalni a részvételt. Szeretnénk köszönteni először is Ferenc Orsolyát, aki az űrkutatásért felelős miniszteri biztos a Külgazdaság és Külügyminisztériumban, és az Európai Ügynökség, vagy röviden ESA-nak fogjuk mondani, a magyar delegációjának a vezetője. Másik vendégünk az Magyari Gábor, aki közforgalmi pilótaoktató és a ESA emberes űrrepülési programban tanácsadó és Magyarországot képviseli ebben a társaságban. És a harmadik vendégünk pedig Boros Katalin, aki 6. éves orvostan hallgató a Szegedi Tudományegyetemen, és tudomásom szerint űrorvosnak készül, majd kijavít, hogyha ez nem így volna. Én pedig Frey Sándor vagyok, a MAN-nak az alelnöke, aki ezt a beszélgetést most vezetni fogom. És akkor mindjárt vágjunk is a közepébe, hiszen azt várjuk, hogy a végén a Facebookon egy sor kérdést is fogunk kapni, és arra is szeretnénk időt hagyni, hogy azokra válaszolni tudjunk. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy én elég régóta vagyok így űrkutatás környékén, és mindig megkapom azt a kérdést fiataloktól, hogy hogy lehet valaki űrhajós. És akkor erre én mindig azt mondtam, hogy hát gyerekek, magyar állampolgárként viszonylag ez egy nehéz dolog. Ugye legutóbb több mint 40 éve repült az első és mindez ideig egyetlen magyar űrhajós Farkas Bertalan, aki az űrben járt, és most eljött egy olyan év, hogy generációk vártak erre az időre, amikor lehet űrhajósnak jelentkezni. Úgyhogy Ferenc Orsolyától szeretném megkérdezni, hogy mi ez az Európai Ügynökség, és miért vagyunk ebben mi benne, és miért van egyáltalán lehetőség, hogy magyarok is pályázzanak erre az űrhajós kiképzésre. Az Európai Ügynökség, ami nem azonos az Európai Unió űrprogramokért felelős ügynökségével, ez olyan európai országokat tömörít, akiknek az űrtevékenysége összehangolható az Európai Ügynökség keretein belül. 22 tagállama van, Magyarország már 92-ben meghívást kapott az Európai Ügynökségbe, és teljes jogú taggá 2015-ben váltunk, valamint 2018-ban következett a második fokozata ennek a ajtóműnek, vagy rakétának, amikor megdupláztuk a befizetéseinket az űrügynökségbe, és kinyitottuk a magyar kutatók és mérnökök számára, és a magyar vállalkozók számára szinte valamennyi opcionális programot az ESA-n belül. Így tehát teljes jogú tagjaiként az Európai Ügynökségnek megnyitottuk a Human Flights and Exploration programcsomagot is, ami az emberes repülésekhez kötődő talán legfontosabb rész. Úgyhogy tényleg csak biztatni tudok mindenkit, hogy az használja ki a lehetőséget, aki dédelget magában álmokat, hogy közelebb menjen a csillagokhoz, mint a Föld felszínén lehetséges. Köszönöm szépen. Hát akkor magáról erről a programról, amit múlt kedden bejelentettek, erről Magyari Gábor készült egy rövid, vagy nem annyira rövid ismertetővel. Lényegében megtudhatjuk a lényegét ennek a programnak, és utána rátérhetünk egyes érdekes részletekre, illetve majd a végén a követőink tudnak kérdezni is. Gábor, akkor tiéd a terep. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban ez egy hatalmas dolog, hogy
magyar vonatkozásban több mint 40 év múlva ismét beszélhetünk űrhajós kiválogatásról. És igen, valóban készültünk egy apró prezentációval azzal kapcsolatban, hogy ismertessük azt, hogy pontosan mik is a követelményei annak, hogy valaki jelentkezni tudjon űrhajósnak. Fontos kihangsúlyozni azt, hogy ahhoz, hogy valaki ebbe a programba jelentkezni tudjon, mindenféleképpen állampolgára kell, hogy legyen az Európai űrügynökség tagállamai valamelyikének. Ugye itt most Magyarország, ha valaki magyar állampolgár, ez nagyon egyszerű, mert ugye, ahogy Ferenc Orsolyától is hallhattuk, ugye Magyarország az ESA tagállamok egyike. A jelentkezési feltételek közül mondanám a legfontosabbakat, és nyilván azok, akiket ez részletesebben érdekel, ők a ESA hivatalos weboldalán is tájékozódhatnak, illetve megkereshetnek minket is direct, és mi is tudunk plusz információkkal szolgálni. Ugye az egyik fontos kérdés, hogy a maximális életkor határ az 50 év, ami azt jelenti, hogy ha valaki 50 éves elmúlt, akkor ő már nem jelentkezhet erre a programra, illetve van egy magasságkorlátozás is, ez 153 cm-től 190 cm-ig szól, tehát valakinek ebbe a kategóriába kell esnie ahhoz, hogy űrhajósnak jelentkezhessen. Szükség van természetesen még egészségügyi orvosi vizsgálatra is. Ez egy úgynevezett PARTMED Class 2 orvosi minősítés, ez a úgynevezett magánpilótáknak szóló orvosi minősítés, amit nagyjából bármilyen erre szakosodott vizsgálóhelyen meg lehet szerezni. Szükség van továbbá felsőfokú angol nyelvtudásra, illetve MSC diplomára is. Most nagyon sokan, akik esetleg pilóták néznek minket, vagy pilóták követik ezt az adást, akkor már kapcsolják is ki a gépeiket, mert esetleg nincsen MSC diplomájuk. Az, akinek esetleg tesztpilóta jogosítása van, vagy tesztpilóta engedélye, ők kivételt képeznek a MSC diploma alól, tehát hogy ők is ugyanúgy jelentkezhetnek. Fontos azt is egyébként leszögezni, hogy 3 év posztgraduális tevékenységre van szükség, vagy hát tapasztalatra van szükség még a jelentkezéshez. Természetesen erről is majd később tudunk részletes tájékoztatást adni, hogy mi az, ami ebbe beleszámít, és mi az, ami nem. És akkor most kicsit átadnám Boros Katinak a szót, hogy az egészségügyi követelményekről szóljon néhány szót. Köszi szépen. Először is én is csak pár fontos pontban szedném össze, mi is a legfontosabb az egészségügyi szempontból a jelöltnek. Fontos, hogy legyen mindegy kognitív, egy mentális és egy fizikai rátermettsége. Természetesen a legfontosabb, hogy egészséges legyen, tehát semmilyen kronikus betegséggel ne rendelkezzen. Szinte magától értetődő, hogy semmilyen addikcióval nem rendelkeztet, tehát semmi, sem drogfogyasztás, sem alkohol, sem cigaretta. Az ízületeinek semmilyen kontraktúra nem lehet, tehát semmilyen ízületi mozgásbeszűkülés, nem rendelkezhet semmilyen pszichiátriai betegséggel, hiszen egy nagyon stresszes, nyomással járó környezetben kell majd dolgozniuk és majd élniük, illetve a fizikai edzettség meglepő módon nem alapkövetelmény, de a feladatok teljesítéséhez viszont mindenféleképpen szükséges egy igen erős edzettségi állapot. A szemvizsgálatok tekintetében a látásnak 100%-osnak kell lennie, nem csak ez mind korrekcióval, mind pedig korrekció nélkül, tehát a jelölt hordhat kontaktlencsét, illetve szemüveget. A vizsgálat során látásélességet, háromdimenziós látás és színérzékelést vizsgálak. Ha viszont gyorsan progrediáló szembetegséggel rendelkezik a jelölt, akkor sajnos ez kizáró ok a jelentkezésre. A hallás tekintetében zéró károsodás van, ami azt jelenti, hogy nem lett semmilyen minőségű és típusú halláskárosodása, hiszen alapvetően magas a zajártalom a nemzetközi űrállomáson. A mindenki által nagyon kedvelt téma a fogazat, hogy mégis akkor, ha van egy fogtomésem, vagy egy lyukas fogam, akkor lehet belőlem űrhajós. Hát sajnos azt kell mondanom, hogy a fogtomést, illetve fogtömés sajnos nem lehet, illetve egy ilyen rosszul illeszkedő fogtömés, hiszen a gyorsulások és a rezgések okozta rázás miatt azok kimozdulhatnak. Illetve sajnos lyukas foggal rendelkező jelölt is sem lehet űrhajós, hiszen a légköri nyomás változásai során bekövetkezik egy úgynevezett ilyen fogpréselés, amely a lyukas fogú űrhajós számára elég fájdalmas lehet. De fontos tudni, hogy az űrhajósok egy alapvető kiképzés kapnak sürgősségi
fogászati ellátásról, ha mégis felmerülne, de az alapvető fogászati kitétel, hogy olyan szájbetegséggel, tehát ilyen fogászati betegséggel rendelkeztetnek, amely nem okoz a következő 12 hónapban problémát. Közbevethetnék egy kicsit ilyen viccesnek szánt kérdést, hogyha valaki kihúzatja a lyukas fogait, akkor kvalifikálhatja magát, különösen azért, mert úgyis pépeset tesznek. Mert azt mondanám, hogy igen. Igen, itt köszönöm, akkor a Gábornak visszaadnám a szót. Köszönöm szépen. Hát itt igen, beszélt Kati erről a sürgősségi fogászati beavatkozásra, amit ugye az űrhajósok megtanulnak. Hát én nekem így pilótaként egyből az jutott eszembe, hogy egy jobb egyenes, és akkor ezzel tudjuk ápolni a fogainkat. Ugye visszatérve még egy picit arra, hogy kik azok, akiknek a jelentkezését várjuk, tehát nyilvánvalóan bármilyen természettudományban jártas jelentkezők, akár egészségügyben, akár mérnöki vonalon, természetesen a matematikában, illetve az informatikában jártas MSC diplomával rendelkező jelentkezőket várunk, akiknek van 3 éves tapasztalata az adott területen. És akkor itt megint kicsit visszaugorva ugye az egészségügyi kiválogatásra. Ugye azt kell majd látnunk, hogy 3 fő kategóriára lehet osztani a jelentkezést, hogy az egyik az úgynevezett karrierasztronauta, a második kategória az a projektasztronauta, és a harmadik kategória pedig a para astronauta. Én most tényleg nem szeretnék nagyon sokat idézni ebbe a témába, tényleg hatalmas-e az érdeklődés, akkor tudunk erre dedikálni egy teljesen külön bejelentkezést, vagy esetleg cikket az űrvilágon. Itt még talán egy picit visszaadnám Katinak megint a szót azzal kapcsolatban, hogy a parasztronautákról, hogyha egy-két szót tudnál szólni, hogy nekik milyen egészségügyi követelményeknek kell megfelelnie. Az nagyon érdekes volt, hogy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottsággal egyeztetve született meg a döntés, hogy milyen típusú, illetve milyen fokú ilyen mozgáskorlátozottsággal rendelkező személyek jelentkezhetnek. Ez alapján 3 csoportot hoztak létre. Volt a piros csoport, ahol olyan mozgáskorlátozottsági fajták és mértékek voltak, amelyek sajnos nem kompatibilisek a űrutazáshoz. Ide tartozik, amely Gábor is korábban említette, a látássérültek, illetve a szellemi fogyatékosok. A sárga csoportba tartozik az olyan mozgáskorlátozottság, amely bizonyos módosításával már vállalható maga az űrutazás, illetve van a zöld kategória, amely igazából teljes mértékben kompatibilis a feladatok ellátására. Ennek alapján egy táblázatot hoztak létre, amely által meg tudjuk mutatni, hogy milyen mozgáskorlátozottságú személyek jelentkezhetnek. Ide tartoznak az alsó végtaghiánnyal rendelkező személyek, azaz egy vagy kettős lábhiány bokától lefelé, vagy pedig egy vagy kettős lábhiány tértől lefelé. Ezen kívül ide tartoznak még a kifejezett lábhossz különbség, illetve az utolsó pedig az alacsony termet, ami azt jelenti, hogy 130 cm-nél alacsonyabb személyeknek a jelentkezése. Fontos ennek az üzenetét is kihangsúlyozni, hogy bárkiből lehet ma 2021-ben űrhajós, úgyhogy remélem, hogy mindenki elég bátorságot tud meríteni azzal kapcsolatban, hogy jelentkezzen, amennyiben megfelel a követelményeknek. És hogyha már a követelményekről beszélgetünk, fontos kihangsúlyozni azt, és ezt Kati is említette, hogy pszichológiailag bírni kell a nagyfokú terhelést, és bárkinek, ha van számottevő pszichológiai problémája, akkor talán ez problémát jelenthet, akár a kiképzés, de akár már a jelentkezési folyamat közben is. Úgyhogy szeretnénk kihangsúlyozni azt, hogy ez a jelentkezési folyamat és kiválogatási folyamat egy nagyon hosszú folyamat, ez 18 hónapot is igénybe vehet, rendkívül hosszú várakozási időkkel, rendkívül hosszú holtidőkkel, ami azt jelenti, hogy például az adminisztratív jelentkezés, ahogy már azt Sándor említette, március 31-én fog elindulni, hogyha valaki minden dokumentumot feltölt és kitölti a jelentkezését, lehet, hogy csak 3 hónap múlva kap bármilyen választ azzal kapcsolatban, hogy helyes volt, amit feltöltött, vagy helytelen, vagy tovább jutotta a következő szekcióba, vagy pedig nem. Összesen a kiválogatás az 6 fő részegységből áll. Az első természetesen egy adminisztratív fázis. Az adminisztratív fázis az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a feltöltött dokumentumokból, a beszolgáltatott adatokból az ESA
kiválogatási bizottsága megnézi, hogy adminisztratíve megfelel a jelentkező egyáltalán arra, hogy ő tovább folytathassa a kiválogatást. A második fázis az egy pszichológiai teszt. Ezek olyasfajta pszichológiai tesztek, amik akár a polgári repülésben dolgozóknak már ismerősek lehetnek. Itt tulajdonképpen azt kell elképzelni, hogy különböző matematikai, logikai, illetve nyelvi feladatokat kell végrehajtani, különböző kérdésekre kell válaszolni, amiben mentálhigiénés és egyéb, ugye konyhanyelven szólva, IQ-teszthez hasonló feladatokat és eredményeket produkálnak majd a jelentkezők. Itt fontos azt látni, hogy ezt valószínűleg online fogják tudni, vagy számítógép előtt kell majd kitölteni ezeket a teszteket, úgyhogy nagyon fontos az, hogy mindenki teljesen nyugodtan és felkészülve álljon hozzá ezeknek a teszteknek a kitöltésére, ugyanis erre csak egyszer lesz lehetőség, tehát hogyha valaki esetleg nem a legjobb formáját hozta a teszt során, és ezáltal nem jó eredményt produkált, akkor nem lesz majd lehetősége megismételni. Ezeknek a teszteknek egyébként az a sajátossága, hogy mindig van egy próbaszakasz bennük, tehát hogy több szakaszra bontják ezeket a teszteket, és a tesztek elején mindig van egy ilyen 3-4 perces próbaszakasz, amikor elgyakorolhatjuk azt, hogy a különböző típus feladatokat mi az adott billentyűzettel, az adott egérrel hogyan fogjuk tudni megválaszolni, úgyhogy senki ne ijedjen meg. Egyébként magán az interneten nagyon sok hasonló aptitude teszt található, úgyhogy ott érdemes ezekre gyakorolni, felkészülni. A következő fázis az szintén egy ilyen gyakorlati és pszichometrikus tesztelés. Ugye itt tovább figyeljük azt, hogy hogyan tud az űrhajós különböző terhelések mellett akár több párhuzamos feladatot végrehajtani. Ez akár a légirányítóknak és szintén a hivatásos polgári repülőpilótáknak lehet nagyon ismerős, amikor egy irányból jön egy repülőgép, de közben egy matematikai feladatot meg kell oldjak, és még mondjuk az iránytartásra is figyelnem kell. Természetesen az, hogy ez hogyan manifestálódik egy ÉZA kiválogatás során, itt számíthatunk repülőgépekre, vagy felvillanó alakokra, vagy alakzatokra, hogy ez nagyon sokfajta módon történhet. Ez leginkább itt már arra kell számítani, hogy itt el kell majd utazni egy adott teszt központba, és ott kell ezeket a teszteket elvégezni, végrehajtani. A következő fázis az a medical selection, ugye ez maga az orvosi kiválogatás, ugye Kati már erről beszélt, bár most lehet megint egy fél mondatra visszaadnám neked a szót, hogyha a nemzetközi standardekről ugye egysél pár szót, hogyha erről tudunk esetleg beszélni. Ugye ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan az adminisztratív úton már megfeleltünk annak, hogy van egy alapvető orvosi vizsgánk, ami egy magánpilóta engedélyre feljogosítana minket, hogyha azt szeretnénk megszerezni, viszont itt már lesz egy komolyabb orvosi kiválogatás, ahol meg egy komolyabb követelményrendszernek kell majd megfelelni, és akkor itt Katinak átadnám a szót egy pár perc erejéig. Igazából én most jelen helyzetben csak annyit tudnék hozzátenni, hogy az SR-nak a flight surgeon, tehát a hivatalos repülőorvosa azt mondta, hogy egy részletes ilyen handbookot fog kiadni, vagy március 31-én, úgyhogy én most a jelen pillanatban csak ennyit tudnék hozzászólni, hogy majd a könyv elolvasása után tudnék igazából jobban hozzászólni. De ha esetleg tudsz hozzászólni, akkor ezt én szívesen meghallgatom. Természetesen itt igazából arra kell gondolni, hogy nyilvánvalóan ez egy szigorú orvosi szűrés. Én is azt gondolnám, mert nekünk is most jelenleg azok az információk állnak delegációs szinten is rendelkezésünkre, hogy ez a handbook majd meg fog érkezni, és akkor lesz majd erről részletes tájékoztatás. Én azt gondolom, hogy ha valaki attól fél, hogy ezen nem menne át, vagy átmenne, vagy bármi. Én úgy gondolom, hogy ez annyira a közepén van a kiválogatásnak, hogy attól függetlenül el lehet kezdeni a kiválogatást, ez nem kerül semmibe. Itt az ÉZA is úgy szeretne kommunikálni ebben az ügyben, hogy senki ne próbálja meg latolgatni az esélyeit, tehát attól függetlenül, hogy mi itt most miket mondunk el, nyilván mindenkit szeretnénk széleskörűen erről tájékoztatni, viszont majd az ÉZA-nak az erre külön kijelölt bizottsága majd eldönti, hogy kiből lehet űrhajós és kiből nem. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy jaj, belőlem úgyse lehet űrhajós, mert ez meg az meg amaz, adja be a jelentkezést, és majd ők megmondják. Az is lehet, hogy ő a legjobb jelentkező az egész világon, csak nem tud róla. Ez nagyon-nagyon fontos. Ja, hadd vessem itt közben, hogy azt mondták, hogy ha nem jelentkezik valaki, akkor biztos, hogy nem lesz űrhajós. Úgyhogy ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen, ahhoz muszáj jelentkezni.
Ez ami biztos. Tehát ez elmondható a jelentkezésről. És akkor itt még... De még egyet én is, Gábor, hadd szúrjak közbe, amiről majd kicsit később fogunk beszélni, hogy két, tehát amellett, hogy most az Európai Ürügynökség hivatalosan elindítja 11 év után az űrhajós válogatását, amellett ugye azért a sajtóból azt a hírt már lehetett tudni, hogy egy nemzeti űrhajós programon is dolgozunk. Úgyhogy ha bárki úgy érzi, hogy szeretne űrhajós lenni, akkor nyugodt lélekkel jelentkezzen, és próbálja ki magát, mert nem ez az egyetlen ajtó, ami most már hamarosan kinyílik előttük. Úgyhogy minden próba az több, mint amit pontosan, hogy Sándor is mondta, aki meg se próbálja, az nem, aki nem próbál bemenni az ajtón, biztos, hogy nem is fogja átlépni a küszöböt. Így van, és akkor ez még azt is hozzá lehet tenni, hogy természetesen, amikor nemzeti űrhajós válogatásról beszélünk, ott is meg kell felelni bizonyos nemzetközi követelményeknek, tehát ez egy hatalmas jó teszt. Úgyhogy szerintem még ez egy nagyon nagy ajándék is mindenki számára, aki szeretne űrhajós lenni, hogy meneteljen végig ezen a kiválogatáson, eljut, ameddig eljut, és azokból a tapasztalatokból merítve majd sokkal jobban fog tudni teljesíteni a esetleg nemzeti válogatón is. Fontos itt egyébként azt is megjegyezni, hogy itt beszéltem arról, hogy vannak bizonyos tesztek, mint például az orvosi kiválogatás, illetve akár a pszichometrikus kiválogatás részegység, ami esetleg egy külső lokáció, amire egy külső lokáción fog sor kerülni. Ilyenkor az utazást és a szállást azt a jelentkezőnek kell állnia, tehát hogy maga az ESA azt a jelentkezés elején is már eléggé részletesen kifejtette, vagy szimplán kifejtette, hogy itt a magának a jelentkezőnek kell állnia ezeknek a költségeit. Ezek igazából nem nagy költségek, viszont erre fel kell készülnünk, hogy azért majd valószínűleg kell vennünk egy repülő vagy vonatjegyet, ugye ki kell oda utaznunk, ott kell találnunk egy szállást magunknak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó élmény, ez mindenképpen megéri, mint kalandvágyból, mint pedig az is lehet, hogy tényleg valakiből űrhajós lehet. És akkor az utolsó kettő fázist azt én kicsit összevonnám. Itt tulajdonképpen arról beszélünk, hogy az összes jelentkezőkből, aki megfelelt adminisztratíve, megfelelt pszichológiailag, megfelelt egészségügyileg, vizsgálunk egy szakmai megfelelőséget. Ugye itt mégiscsak arról beszélünk, hogy ők főállású alkalmazottjai lesznek majd az Európai Űrügynökségnek, ezért itt tulajdonképpen egy állásinterjút kell elképzelni. Itt a HR-rel lesz egy részletes beszélgetés, egy interjú, és azok, akik ezen az interjún is megfelelően teljesítenek, ő belőlük lesz majd kiválogatva az a 4-6 főállású asztronauta, akik majd 2022. októberében bejelentésre kerülnek, és elkezdhetik majd 2023-ban a képzésüket. És hogy visszatérve arra, hogy akkor hogyan lehet jelentkezni, ugye március 31-én fog megnyílni külön erre a célra egy online felület, és ez május 28-án fog zárulni. Az fontos itt megint csak megjegyezni, hogy maga a teljes folyamat az lehet akár több is, mint 18 hónap, amennyiben a járványügyi helyzet miatt nem lehet utazni esetleg, vagy bármilyen más korlátozás életbe lép. Ugye mindent online fel tudunk majd tölteni, illetve nagyon egyszerű az is, hogy nagyon egyszerű folyamat lesz majd, és mindenről majd e-mailben fognak minket tájékoztatni a jelentkezés során. Hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor természetesen fordulhat az ESA hivatalos csatornáihoz, és illetve fordulhat a magyar delegációhoz is, ugyanis igyekszünk mindenre megfelelő tájékoztatást és információt biztosítani. Illetve az is, ami már elhangzott, hogy az egész jelentkezés, illetve a teljes procedúra az angol nyelven zajlik majd. Ugye az is egy előfeltétel, hogy valaki felsőfokú angol képesítéssel jelentkezzen, de nagyon fontos az, hogy a teljes kiválogatás az angol nyelven fog lezajlani, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ebbe is legyünk fittek, és esetleg tényleg próbáljunk meg angolul egyre többet beszélni kollégákkal, vagy akár egy angol nyelvtanfolyamra is érdemes elmenni, felfrissíteni az angol nyelvtudást, mielőtt jelentkezik valaki. És akkor ezek után a kiképzésről tudunk egy-két szót ejteni, hogy pontosan hogyan is zajlik az űrhajósok kiképzése, mert hát nagyon örülünk, hogy,
felvettek minket, de látnunk kell azt, hogy mi a cél, hogy mi mire is jelentkezünk, és ezért is raktunk össze pár szlájdot azzal kapcsolatban, hogy hogyan is zajlik az űrhajósoknak a kiképzése, ugyanis ez az utóbbi 40-50-60 évben nagyon-nagyon sokat változott, nagyon sokat korszerűsödött, és itt érdemes eljátszani egy ilyen kis matematikai játékot. Ugye 1961-ben repült először Jurij Gagarin a világűrbe, és 61-től 2020-ig bezáróan 568 ember járt a világűrben. Ami, hogyha megnézzük, ez lehet egy nagy szám, ez lehet egy kis szám is, és hogyha azért mondom, hogy ez egy matematikai játék, mert természetesen sosem kiegyensúlyozott az, hogy hány asztronautát képzünk ki évente, vagy nem kiegyensúlyozott az a szám, hogy az 568 ember ez nem évente oszlik el természetesen. Viszont, hogyha most ezt így ignoráljuk, és azt mondjuk, hogy visszaosztjuk, hogy 61-től 2020-ig 568 ember, akkor azt lehet mondani, hogy átlagosan évi 9 űrhajós kiképzésére volt igény, és hogyha ezt összevetjük mondjuk a polgári repüléssel, ahol azt mondjuk, hogy 2019-ben közel 400 ezer aktív polgári pilóta dolgozott a polgári repülésben, és ha csak ezt a számot visszaosztjuk, akkor látjuk azt, hogy évente sokkal, de sokkal több polgári pilótára volt szükség. Ezért a maga a űrhajós képzés az nagyon-nagyon sokat merít, és nagyon-nagyon nagyban alapoz a polgári pilótáknak a képzésére és a képzési technikáira. Úgyhogy aki esetleg a repülésben dolgozik, és nagyon fontos az, hogy nem kötelező repülési tapasztalata ahhoz, hogy valaki űrhajós legyen, ugyanis mi itt kutató űrhajósokat keresünk, itt mi olyan szakembereket keresünk, akik képesek különböző kísérleteket végrehajtani a nemzetközi űrállomás, vagy egyéb más űreszköz területén, vagy fedélzetén, viszont természetesen azt azért nem ignorálhatjuk azt a tényt, hogy a repülős képzés az nagyon sokban beleszól az űrhajós képzésbe, így hogyha valaki esetleg abba az irányba elkezd tájékozódni, vagy kipróbál egy-kettő kisebb tréninget, akkor az eléggé jól fel tud arra készülni, hogy majd mi várhat őre akár a kiválogatás, vagy akár a képzés tekintetében. Ugye itt három főegység van, és tényleg nem szeretnék sokat beszélni, mert azt mondták is, hogy erről ne beszéljek nagyon sokat, hanem igyekezzek rövid lenni. Úgyhogy lesz egy alapképzés, az alapképzés nagyjából 12 hónapot fog igénybe venni. Itt tulajdonképpen megkap minden olyan alapvető tudást az űrhajós jelölt, ami ahhoz elegendő, hogy utána ő tovább képezhető legyen. Itt nagyjából a képzés az három fő irányra összpontosul, az egyiket úgy nevezzük, hogy tudás, tehát az a knowledge, a második a képesség, a skill, és a harmadik pedig a maga a teljesítő képesség, az attitude, tehát ez a KSA, és tulajdonképpen itt a alapképzés során ezeket az alapkompetenciákat fejlesztjük az űrhajósok számára, hogy aztán erre építve tudjuk az űrhajósokat megtanítani arra, hogy a második fázis során az úgynevezett pre-assignment training előtt, pre-assignment training során megtanítsuk őket az alapvető és a konkrét európai űrügynökség által üzemeltetett eszközöknek a használatára. Ugye ez lehet akár a Columbus kísérletező modul, vagy egy ilyen EVA rendszer, amiben ugye esetleg ők beülnek és űrsétát hajtanak végre, lehet bármi olyan kísérletező eszköz, vagy akár ugye dozimetriai eszköz, hát remélhetőleg ugye a pillét is itt fogják majd oktatni az űrhajós jelöltek számára. Ugye itt tényleg minden olyan konkrét eszköz használatára tanítják meg az űrhajósokat, ami ESA vonatkozású. És hát van az utolsó fázis, az úgynevezett increment training, ugye ez arról szól, hogy amikor az űrhajóst már kijelölték egy konkrét feladatra, akkor arra a konkrét feladatra a konkrét űreszközöknek a használatára fogják megtanítani az űrhajóst. Ugye itt ez attól függ, hogy pontosan az adott misszió során milyen eszközt használ az ESA. Ugye itt azt fontos leszögezni, hogy az ESA jelenleg nem rendelkezik emberes űrrepülés képességgel, ami azt jelenti, hogy az ESA különböző szerződések útján juttatja a világűrbe az űrhajósait. Lehet a szerződés akár egy NASA partnerrel, akár egy kereskedelmi partnerrel, mint a SpaceX, vagy akár egy orosz partnerrel, mint a Roscosmos. És itt az increment training során tulajdonképpen erre lesz kiképezve az űrhajós, hogy egy Soyuz fedélzetén, egy Space Dragon, vagy pedig egy Boeing Orion fedélzetén tudjon tevékenykedni, mint crew. És szerintem Orsi szeretne szólni pár szót. Igen, egy
gyorsan ide szúrnám be, hogy ahogy említettük, ugye egy nemzeti űrhajós, nemzeti kutató űrhajós programban is egyébként nagyon-nagyon hasonló követelményrendszernek kell megfelelni, tehát az angol és az orosz nyelvtudás egyaránt előírás, ezt azért ne is csodálkozzunk rajta, hiszen a nemzetközi űrállomásra megyünk, ahol mindig van fent, állandóan tartózkodik fent amerikai és orosz legénység, és bármilyen, akár rendkívüli vagy vészhelyzet esetén is tudni kell kommunikálni egymással, illetve tudni kell a különféle modulokon belül tevékenykedni, vagy műveleteket végezni. Úgyhogy ezt, ha már valaki az angollal végzett, és felfrissítette a tudását, akkor javaslom az oroszt is, aki ugye 50 év a felső határ, ez nem is reménytelen, mert hát azért még elvileg, ha valaki ilyen 40-valahány éves, és esetleg még abban az időben volt fiatal, amikor az orosz kötelező volt, akkor még akár alapjai is lehetnek, hogy tanuljon, de mindenképpen ez egy fontos pont. És ugyancsak fontos kihangsúlyozni, hogy az Európai Ürügynökség szintén a feljuttatáshoz szerződést vesz igénybe, tehát saját emberes programot nem indít az Európai Ürügynökség, hanem vagy az amerikai lehetőségekkel, vagy az orosz lehetőségekkel jut fel a világűrbe, és az amerikain belül hát nyilván attól függ, hogy most éppen a NASA, vagy pedig valamely kereskedelmi magáncég nyújt olyan feltételeket, ez többféle elképzelés is lehetséges. Most ha már megszakítottuk Gábort, mert úgyis túl sokat beszélt, akkor nekem is lenne egy kérdésem. Ugye arról beszéltünk, hogy most a nemzetközi űrállomásról volt szó, hogy oda esetleg mennek ezek az űrhősök, de azért érdemes talán tovább is nézni időben, akiket most fognak kiválogatni és kiképezni, azok már valószínűleg akár a Hold körüli Gateway űrállomásra, vagy ad abszurdum még akár a Hold felszínére is eljuthatnak. Pontosan, ez nagyon jó, hogy mondod, Sanyi, mert tényleg az a helyzet, hogy itt már, aki űrhajós irányba indul el, az, igen, Gábor közben valami egészen különleges fényhatást generált a monitoron a gyakori képáltása. Tehát most már nem csak arról van szó, hogy ugye egy-egy missziót valaki teljesít az űrállomásra, hanem távolabbra, messzebbre tekintünk, mint ahogy azért a különféle tervekben több űrállomás is körvonalazódik, mondjuk 2030 körülre már, és valóban a Hold a következő nagy kihívás, a Hold körüli, illetve a Hold felszínén létrehozandó állandó bázis. Tehát igazság szerint a munkalehetőség idézőjelben egy kiképzett űrhajós számára az elkövetkező évtizedben elég nagy számú lesz. Tehát aki úgy érzi, hogy ezen a pályán szeretné elképzelni a jövőjét, annak nagy valószínűséggel több lehetőség is. Hogyha kiválasztják és kiképzik, akkor valószínűleg több lehetőség is lesz. Éppen ezért van az, és erről talán Gábor még egy pár szót mondjál, hogy milyen típusú űrhajós karriereket kínál például most az ESA. Igen, köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos téma ezzel kapcsolatban, és ezért is ugrottam tovább erre a diára, amit most éppen lehet látni, ugyanis ugye kettő karrier opciót kínál az ESA, az egyik az úgynevezett karrier astronauta, a másik pedig az úgynevezett projekt astronauta. A karrier astronauta az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy főállású űrhajós jelölt az ESA-nak, tehát ez azt jelenti, hogy ő a következő 15 évben főállásban fog dolgozni az ESA-nak, és ő neki az lesz a munkája, az lesz a hivatása, hogy ő űrhajós. Nyilvánvalóan ezek az űrhajósok egy olyan magot képeznek, egy olyan állományt, akiket aztán, mint Orsi említett, ugye a különböző projektekbe lehet majd őket alkalmazni, tehát azok az űrhajósok, akik karrierasztronauták lesznek, ők arra abszolút számíthatnak, hogy akár egy Gateway programban, akár egy Holdra szállásban, akár egy Mars programban tudnak majd részt venni a következő 15 évben. Az úgynevezett projektasztronauták, ők tulajdonképpen szerződéses állománytagjait fogják képezni, olyasmit, mint a tartalékosok. Ez azt jelenti, hogy ők maradnak az adott munkáltatójuknál, az adott életkörülményeik között. Lesz évente egy-egy felfrissítő képzésük, hogy nyilvánvalóan ne felejtsék el azokat a kompetenciákat, amiket az alapképzés során majd megszereznek. És a projektasztronauták igazából, hogyha lesz repülési lehetőség, akár a nemzetközi űrállomásra, akkor ők szerződéses alapon egy-egy projektre tudnak majd leszerződni az ESA-val, és fognak tudni majd repüléseket vállalni.
És akkor gondolom, akkor itt menjünk tovább, de akkor Sándorra rá. Nyugodtan menj vissza akkor, ahol megszakítottunk. Elnézést kérek, hogy lelőttem az utolsó diának a poénját, de... Semmi gond, én úgy gondolom. Logikus volt a kérdés, amit Orsival itt feltettünk. Igen, igen. Itt én tényleg csak annyit nem is húznám tovább az időt, hogy azért a kiképzés során érdemes megemlíteni azt, hogy többek között az űrhajósok egy nagyon szűk barlangrendszerben is kapnak majd kiképzést. Ugye azt kell tudni, hogy amikor az űrhajósok a különböző űreszközökön teljesítenek szolgálatot, ott nagyon kicsi a hely, nagyon szűk helyeken kell nekik kísérleteket végrehajtani, mászni, kúszni, különböző feladatokat elvégezni, és ezek a barlangrendszerek erre képzik ki őket főleg, hogy ezeken a szűk helyeken hogy tudnak a lehető legideálisabban mozogni, dolgozni, illetve van egy olyan külön előnye is ennek a barlangi képzésnek, hogy itt az izolációt is megtanulják, ami azt jelenti, hogy mindenféle külső segítség nélkül, akár a saját csapattagjaiktól leszakadva, saját maguknak kell majd tudni helyt állni. És akkor itt megint kicsit visszautalva arra, amit Orsi is egyébként említett, hogy itt az űrhajósoknak egy nemzetközi környezetben kell majd tudni üzemelniük, illetve dolgozniuk. Itt lehet azt, hogy egy orosz űreszközön, vagy egy amerikai, vagy egy japán űreszközön kell nekik tudni helytállni, és akár egy vészhelyzetet megoldani. Ehhez tulajdonképpen nekik azt a képességet kell elsajátítani, hogy nekik nem feltétlen azt kérjük az űrhajósoktól számon, hogy ők minden egyes csavarját ismerjék egy űreszköznek, mert most már a következő 15 évben aztán nagyon-nagyon sokféle űreszköz lesz, hanem úgy, mint a pilótáknak, őnekik egy általános átfogó tudással kell rendelkezniük, és képességgel arra, hogy ők korrelációt tudjanak vonni a különböző procedúrák között. Tehát, hogyha elejük raknak mondjuk egy checklistet, akár oroszul, akár japánul, akár angolul, akkor ők azon végig tudjanak menni, végre tudják hajtani azokat a pontokat, amik ugye abba benne foglaltatnak, illetve hogyha kreatívan kell valamit improvizálni, és ott a fedélzeten megoldani, akkor erre is meglegyen nekik a saját képességük, a saját procedúrájuk. Ezért is egyébként a űrhajósok csapatban dolgoznak, és csapatban a legjobbak, ugyanis a csapatban megtanulják azt is az űrhajósok, hogy hogy tudják kihasználni a csapatnak az erősségeit, illetve a gyengeségeit. Ezt angolul sokaknak ez úgy lehet talán ismerős, hogy CRM, tehát ez a Crew Resource Management, amit ők leginkább megtanulnak, elsajátítanak. Természetesen ugye itt azért gondolhatunk arra, hogy egy megélhetési asztronauta azért csak el fog jutni a Hold felszínére, vagy akár a Mars felszínére, úgyhogy itt természetesen megtanítjuk őket arra is itt a Földön, hogy hogyan lehet különböző geológiai felméréseket, geológiai kísérleteket elvégezni. Ez ahhoz nagyon hasonló, amit esetleg az Apollo program során tapasztalhattunk, ugye vannak is erre tévésorozatok, amik ezt elég jól bemutatják, hogy az Apollo asztronautákat hogyan kellett felkészíteni arra, hogy ők különböző köveket a Hold felszínén megvizsgáljanak, és egyébként itt térnék ki arra, hogy azért is elsősorban nem pilótát, hanem leginkább egy tudóst, egy kutatóűrhajóst keresünk, mert most már eljutni A-ból B-be, azt most már eléggé biztosan, üzembiztosan tudunk. Most ami a legfontosabb, hogy amikor eljutunk a Hold felszínére, akkor ott egy olyan szakember tudjon dolgozni, aki valóban tudja, hogy mit keresünk, valóban tud a különböző adatokkal ott a helyszínen dolgozni. Ezért is nagyon fontos az, hogy itt mi most egy olyan űrhajósokat keresünk, akik tényleg szakemberekként tudnak helytállni ezekben a küldetésekben. De a tréning lokációkkal kapcsolatban azt már Orsi is említette, hogy tényleg Oroszországtól Amerikáig mindenhol vannak szerződései az Európai űrügynökségnek. Maga a központ az Kölnben található, tehát ott van az úgynevezett Európai Astronauta Center komplexum, ugye itt folyik az alapképzés, és ez az otthona az ESA asztronautáknak. Viszont ahhoz, hogy a különböző szimulátorokba, különböző űreszközökre megkapják a képzést, nyilván az egész világot be kell tudni járják, úgyhogy itt ez egy olyan munkakör, és ami tényleg sok távol, tehát a családtól való távolságot jelenti, ugye tényleg itt utazni kell tudni, itt azért az ezzel járó stresszt és az ezzel járó mindenféle dolgot, azt viszonylag jól kell tűrni. Úgyhogy nagyjából úgy, mint egy hivatásos kereskedelmi pilóta, aki nyakába veszi a világot, nagyjából egy asztronautának is az élete ez hasonló. És akkor feltehetjük nyilván a kérdést, hogy az asztronautáknak hogy telik egy napjuk,
a világűrben. Ugye erről is nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, úgyhogy igyekszem nagyon rövid lenni. Nyilvánvalóan az asztronautáknak elsősorban amiért ők fönt vannak, az az, hogy ők kísérleteznek. Ugye ez az, amiért ők konvertálnak, tehát hogy ez nekik a fő feladatuk, és e köré épül az egész napjuk. Ugye nyilván ebbe lesz pihenés, lesz nyilván szabadidő is, tehát hogyha valaki szeretne esetleg jó fotókat készíteni a Földről, akkor azt is megteheti. És természetesen van lehetőség arra is, hogy a családtagjainkkal, barátainkkal is beszélgethessünk, viszont nagyjából egy napunk az abból fog állni, hogy ugye megfelelő testgyakorlatokat végzünk azért, hogy a csontjaink, amiket Kati is említett, hogy ne sorvadjanak el az izmaink, ugye a csontritkulás ellen valahogy fel tudjunk lépni, illetve a lehető legtöbb kísérletet tudjuk elvégezni a nemzetközi űrállomás vagy más egyéb űreszköz fedélzetén, ugyanis mi azért vagyunk fönt, és rendkívül értékes minden egyes perc, de erről meg Orsi tudna egyébként nagyon részletesen mesélni, hogy a különböző kísérletek azok mennyire értékesek, és mennyire be van osztva minden másodperce egy űrhajó. Igen, ide annyit szúrnék be, és aztán Katit meg is kérném, hogy egy picit avasson be minket a részletekbe majd, hogy ami a legfontosabb, hogy jelen pillanatban most egy darab olyan kutató laboratóriuma van az egész emberiségnek, ahol nagyon speciális, a Földfelszínen el sem végezhető kísérleteket lehet végrehajtani, ez most a nemzetközi űrállomás, és ha minden jól megy, akkor talán az évtized végére lesz 2 vagy 3 összesen. Tehát itt egy kutató számára minden egyes űrhajós óra vagy űrhajós perc az nagyon komoly lehetőség. A Nemzeti űrhajós programban is az a kiemelt szempont, hogy egy olyan tartalmas tudományos missziót rakjunk oda az űrhajós missziójába, amely program az egész magyar tudományos közösségnek, a különféle kutatóegyetemeknek és kutatóhelyeknek egy óriási lehetőséget mutat arra, hogy valahogy kihasználják ezt a lehetőséget. És Kati, téged kérdeznélek gyorsan meg, hogy egyrészt mik azok a paraméterek, vegetatív, fiziológiás paraméterek, amiket például a súlytalanság ilyen döntő módon befolyásol egy emberi szervezetben, és talán akkor itt említsük meg, hogy egy paraasztronautának a felküldése a nemzetközi PC feladatokon túlmutatóan, tehát hogy ilyet is tudunk, még fontosabb is lehet. Mi is ez? Hát az első kérdésedre válaszolva, igazából az első, egy űrhajós felmegy a nemzetközi űrállomásra, a súlytalanságban az első, amit érezni fog, hogy elkezd kicsit felpuffadni az arca, és kipirosodik. Ezt szerintem nagyon sokszor látjuk, ha a nemzetközi űrállomásra kaptunk fotókat, a videókat látunk. Ez annak köszönhet. Nem, ezt a vizsgákon is érzik a hallgatók itt. Igen. Sajnos minden egyes alkalommal, csak nekünk a kilátásunk kevésbé szebb, mint az űrhajósoknak. Úgyhogy ez annak köszönhető, hogy a gravitáció hiányában folyadék átrendeződés lesz a szervezetben, ezáltal a szívnek se kell akkora erővel pumpálni a vért, illetve ezáltal igazából mi eddig azért küzdünk, hogy felfelé jöjjön a vér, hiszen a gravitáció mondjuk azt, hogy lefelé húzza, itt viszont már nincsen, nem kell ilyen ellenállással küzdeni, ezért van az, hogy tényleg egy kicsit így felpuffad az arcuk, ezt ilyen puffy face, illetve ilyen chicken legsnek szokták az angol irodalomban említeni, és ilyenkor még ezen kívül az űrhajósok ilyen fejfájást is szoktak említeni, hiszen a több véráramlás miatt fejfájásuk lesz, illetve rengeteg kutatás folyik arról, hogy például a szemben is megnövekszik mondjuk a nyomás, a vérnyomás, és hogy ez okoz-e bármiféle látás problémát. Hosszú távon, mint ahogy Gábor is említette, van ez a napi edzés, és hogy ez miért is fontos, mert hosszú távon a csontnak a leépülése, illetve izomatrófia következik be, amiatt, mert igazából az űrhajósok lebegnek, tehát nem használják az izmukat, úgyhogy igazából minden egyes nap rá kell venni őket, hogy igenis használják az izmukat, hogy nehogy elsorvadjanak, hiszen valamit nem használunk, az elkezd csökkenni, ezért van az, hogy oszteoporózis alakul ki, illetve hát igen, izomatrófia. A másik, amit még kérdésed volt, ilyen vegetatív idegrendszerrel kapcsolatban, hogy ez a space motion sickness, tehát ez a mozgás, magyarul nem is tudom pontosan a megnevezését, ez a mozgás betegség, hogy bocsánat, mondd újra? Tengeri betegséget szoktunk így. Ja, igen, amúgy igazad van, legegyszerűbben tengeri betegség. Betegségnek, mert tenger itt nincs.
űrtengeri betegség, hogy hát szerintem ezt mindenki el tudja képzelni, amikor ha volt esetleg egy hosszabb hajóúton, vagy a jó kis körhintázás után ez a Hanninger leizzadás, teljes szédülés, tehát hogy az űrhajósnak a vegetatív idegrendszere, tehát a belső fülében lévő labirintus rendszer teljesen, hát mondjuk azt, hogy kicsit így, nem azt, hogy megőrül, de azt se tudja, hogy hol van, mert hirtelen gravitáció hatására ott a folyadékok szintén átrendeződnek, és ezáltal érzik az űrhajósok ezt a szédülést. De ezt szerencsére meg lehet előzni megfelelő gyógyszeres kezelésekkel, egy tapasztal. A paraasztronautákhoz egy pár szót mondjál, kérlek, hogy mi a tudományos jelentősége annak, hogyha ilyen csökkent képességű űrhajósok, tehát mondjuk lábhiány vagy végtag hiányos űrhajós följut a világűrbe. Ez egy teljesen új terület, rengeteg lehetőséget fog adni nekünk, azon kívül, hogy teljesen új dolgokat fejleszünk, hogy ők mégis hogyan képesek majd mozogni, illetve élni a nemzetközi űrállomáson. Ezen kívül az élettani folyamatokat is meg tudjuk jobban vizsgálni, hogy bennük milyen változások fognak kialakulni a súlytalanságban, illetve bármi más hatására. Ha egy kis nyelven össze akarnám röviden foglalni az egészet, akkor aki űrhajósnak jelentkezik, az tulajdonképpen kísérleti nyúlnak is jelentkezik önmagával, mert ugye rajta is fognak kísérletezni. De hát ez nem újdonság, ez a mostani űrhajósokkal is így. Igen, szerintem már majdnem mindenkinek el tudjuk venni lassan a kedvét, úgyhogy most Gábor is pozitív mondat. Gábor most meghozza a kedvünket. Aki elmondott, most üssük agyon valami pozitívat. Hát igen, azért az egy, itt azért még annyit a pilóta nézőknek elmondanék, hogy itt a motion sickness ugye itt a műszeres repülés során ugye jöhet elő, és ugye itt szoktuk azt mondani, hogy ne a fenekünkkel repüljük a gépet, úgyhogy itt ne a fenekünkkel üljük meg az űrhajót, és akkor nem lesz probléma itt se a motion sickness. Egyébként itt a Katinak a mellét még csak annyit szerettem volna beszúrni, hogy itt a gyógyszeres kezelés, mert azért nem tényleg ne azt képzeljétek el, azért, hogy meghozzam a kedvet, hogy itt nem azt kell elképzelni, hogy majd fölmegyünk, ott hányingerünk van, és akkor beszedünk mindenféle gyógyszereket. Természetesen maga a tréning az erről szól. Ugye van például parabola repülés is az űrhajós tréning során, ami pont arra készíti fel, ugye, amit a Kati is említett, ugye angol nyelven ez a semi-circular canals, ugye, ami bent van ugye a középfülünkben, ugye, hogy az tudjon minél jobban adaptálódni, és minél jobban elfogadja az agyunk azt, hogyha van előttünk valamit látunk, és valami mást érzünk, akkor ezzel tudjunk valahogy együtt élni. Illetve hát azért nyilvánvalóan, hogyha kedvet hozzak ehhez az egészhez, hát azért az egy hihetetlen nagy élmény, amikor az ember kinéz az űrhajó ablakán, és meglátja ezt a kék ékszerdobozt, ami ugye a harmadik bolygóként kering a naprendszerünk körül, és tényleg nagyon sok űrhajós, főleg a Hold program során arról számolt be, hogy amikor visszanéztek a Földre, és meglátták azt, hogy ez kéken világít, és csillog a nagy semmiségben, akkor ott aztán tényleg az egy olyan hatalmas élmény, amikor az emberek nagy része azt mondja, hogy hát ha egy költőt küldünk fel, ő tudná ezt a legeslegjobban leírni, úgyhogy ezért is, hogyha valaki esetleg költő író, akkor jelentkezzen a űrhajósnak. Igen. Kell hozzá természettudományos végzettség. Igen, de az egy utolsó szempont, hogy akkor ezek után képzelje el mindenki, hogy a következő érettségi találkozóján mekkorát tud majd menőzni, hogy ő hol járt, nem? De biztos, hogy ő nyeri, ki hol volt az elmúlt 5 évben, mert... Ja, abszolút, úgyhogy ez nagyon menő. Csajozni is lehet, már ha visszajön az ember, mert ugye ott fönt ott nem nagyon sok női űrhajós van, de egyébként, ha meg valaki női jelentkező, és ugye ezt azért ki kell emelnünk, hogy itt a női jelentkezők azok hatalmas prioritást élveznek itt az ESA programjában, ugye szeretné az ESA megnövelni a női asztronautáknak a számát, ugye ők most azt mondják, hogy 40%-kal szeretnék növelni egyébként a női dolgozók számát, úgy összességében az ESA-n belül. Úgyhogy én azt mondom, hogy nőként bekerülni egy tényleg tök jó pasik, egészségesek, azt tudjuk, és nagyon jól néznek, szerintem mindenféleképpen egy jó hivatás. Kati, te szeretnél pár szót? Igen, még csak egy mondattal akartam kiegészíteni, hogy most a mostani kiválogatásnak szerintem a fő üzenete az volt, hogy igazából bárki bátran jelentkezhet. Tehát direkt hangsúlyozta is az Európai űrügynökség, hogy függetlenül a nemtől, az etnikumtól, a szexuális beállítottságtól, illetve a vallástól bárki tud jelentkezni.
Így van. Úgyhogy, amit még ehhez talán hozzá érdemes tenni, hogy azt is mondták, hogy persze, sok jelentkező lesz, és nagyon keveset fognak kiválasztani, de ezt senki ne értékelje kudarcként, sőt, hogyha eljut egy bizonyos stádiumig, akkor az már egy óriási siker, és a másik dolog pedig, hogy az Európai Ügynökségnél rengetegféle állás van, nem csak űrhajós állás, az csak a jéghegy csúcsa, és már csak magyar szempontból is érdekes, mint tagország, hogy minél több magyar alkalmazottja legyen az űrügynökségnek. Tehát ehhez is segíthet, hogy valaki az űrhajósok körül maradjon, még ha őt esetleg nem is választják ki űrhajósnak. Így van, és akkor még ide szúrjuk be megint csak azt, hogy ugye itt most egy több százmilliós tömegből kerül kiválasztásra ez a relatíve alacsony számú csapat, de azért akik magukban bátorságot éreznek arra, hogy erre a pályára induljanak el, vagy megpróbálkozzanak vele, a nemzeti űrhajós kiválasztásánál viszont ez kifejezetten a magyar nemzet tagjainak szól, tehát magyar állampolgárokról beszélünk, úgyhogy ott azért ez egy hát jóval nagyobb lehetőség, hogyha csak ezt az egy számot nézem, tehát mindenki egész nyugodtan próbálja ki magát az Európai Ügynökség irányába, mert minden lépés, amit megtesz ezen az úton, az előrébb fogja vinni, lehet, hogy esetleg a második körben, amikor a nemzeti űrhajós válogatás indul. Abszolút, és én úgy gondolom, hogy akit meg pont emiatt kezd el érdekelni az űrkutatás, és látja magában, vagy érzi magában a motivációt, az akár egyébként a delegációt is megkeresheti, vagy akár ugye a főosztályt is megkeresheti, szerintem Orsi azt azért meg tud erősíteni, illetve ugye a Magyar Asztronautikai Társaságot és a többi űrkutatással foglalkozó entitást, akik ugye tényleg várják a jelentkezőket, főleg a fiatalokat, azokat, akikben van lendület és van elég energia, hogy valamit ezt hozzá tudjanak tenni. De erős is meg Orsi, hogy láttam. Ez hogy... abszolút így van, tehát felállt és jól működik a magyar ÉSZA delegáció, Gábor, te is a tagja vagy, és pontosan ha a Szegedi Tudományi Egyetemet vesszük, hogy Katinak is legyen majd munkája, ugye ott van a Magyarország egyetlen űrélettani tanszéke, Grósz Andor professzor emeritus vezette éveken át, és gondolom te is ismered Grósz professzor urat. És hát a Magyar Asztronautikai Társaság, ugye Frey Sándorékat egész nyugodtan lehet keresni, mert ők azok a civil egyesület, vagy társadalmi szervezet, akik nagyon-nagyon könnyen segítenek eligazodni ezekben a kérdésekben az érdeklődőknek. És igen, a minisztérium, a külgazdaság és külügyminisztérium pedig áll rendelkezésére minden érdeklődőnek. Így van, és ugye azt látjuk, hogy az űrhajózás az fundamentálisan megváltozik most a következő 15-20 évben. Ugye megjelennek a kereskedelmi entitások, megjelennek természetesen az állami projektek, úgyhogy rendkívül izgalmas és nagyon dinamikus következő pár évtized fogja kezdetét venni. Én úgy szoktam ezt apostrofálni, hogy most elindult az új űrverseny, ez egy teljesen más alapokon nyugszó űrverseny, tehát hogy újra elindulunk a világűr irányában, úgyhogy sosem késő becsatlakozni, tehát hogyha bárki azt hiszi, hogy elkésett, nem késett el, tehát sosem, ebben nem lehet elkésni, én úgy gondolom. És akkor itt a diára kicsit visszatérve, ugye itt azért választottuk ezt a diát, hogy ugye ez tényleg egy csapatmunka az, hogy valaki felkerüljön a világűrbe, tehát az űrhajós az a manifestálódása tulajdonképpen több százezer embernek, akik együttesen dolgoznak azon, hogy oda ő eljuthasson. Úgyhogy ha esetleg véletlenül nem sikerül az űrhajós kiválogatás, attól függetlenül mi ennek a csapatnak a tényleg szerves tagjai lehetünk. Én egy személyes élményt, hogyha megengedtek ezzel kapcsolatban. Ugye nekem annó még 2009-2010-ben volt lehetőségem saját szemmel végigkövetni az utolsó Space Shuttle felbocsájtásokat a Cape Canaveral NASA központból, és ott még, mint fiatal egyetemista, arra is volt lehetőségem, hogy például végigsétáljak azon az úton, ahol a Space Shuttle-t a felbocsájtó állásra kitolták, és az is egy ilyen nagyon komoly munka, amikor az ember ott keresi azokat a kicsi kavicsokat, ami esetleg, hogyha kicsit megbukkan ez a platform, akkor esetleg az egész űrhajó az eldől oldalra. Tehát, hogy nagyon sokfajta olyan apró, kicsi feladat van egy ilyen űrutazásban, ami nagyon izgalmas, és talán jelentéklenek tűnik, de hát lehet, hogy az egy hatalmas jelentőséggel bír ezzel kapcsolatban. És hát ugye maguk az asztronauták, amikor éppen nem repülnek, akkor mit csinálnak? Hát természetesen folyamatosan dolgoznak, tanulnak,
beszélgetnek emberekkel, ugye ők a hivatalos arcai az Európai űrügynökségnek, vagy hogyha esetleg egy nemzeti programon keretein belül repülnek, akkor a magyar nemzetnek ebből a szempontból, illetve hát ők azok, akik beszélnek a többi asztronautával, itt akár ugye mi pilóták tudunk itt valami kapcsolatot találni, hogy akkor, amikor mi lent állunk a felszálló pálya mellett, és a növendékünkkel csak egy rádióval kommunikálunk, ez nagyjából ugyanez az asztronautákkal kapcsolatban is. Tehát azok az űrhajósok, akik éppen nem repülnek, ők lenn a Földön, ők a többi asztronautával kommunikálnak, akik éppen fönt vannak a világűrben, és próbálják segíteni őket a mindennapi munkába, ugyanis tényleg ez egy hatalmas csapatmunka, ez az egész vállalkozás. És akkor kicsit zárva ugye a prezentációt, és tényleg át szeretném adni a kérdéseknek inkább a helyet, úgyhogy ezen csak ugye már említettük azokat, ezeket a pontokat, hogy mik a távoli stratégiák, és pontosan mik a kilátások ugye egy asztronauta számára. Itt azért lehet látni azt, hogy tényleg rendkívül széles a választék azzal kapcsolatban, hogy milyen űreszközzel lehet eljutni a világűrbe. Ugye nyilvánvalóan beszéltünk a nemzetközi űrállomásról, mint jelenleg egyetlen, de a jövőben remélhetőleg az egyik egy a sok közül kis kísérleti állomás, amit a világűrben végzünk. Ugye beszéltünk a Gateway-ről, ami majd egy hold körül keringő űrállomás lesz, illetve beszéltünk akár a Boeing Orion service modulról is, ami teljes mértékben az Európai űrügynökség által kifejlesztett service modul, az Orion űrhajóhoz, vagy űrkapszulához kapcsolódóan, ami szintén egyfajta biztosíték az űrhajósok számára, hogy ők mindenféleképpen helyet fognak kapni majd egy olyan küldetésben, ahol az Orion űrkapszula felhasználása kerül majd, és hát ugye ezt a diát meg már kiveséztük, hogy mik a távlati tervek, hogy pontosan hova lehet majd eljutni az Európai űrügynökség, vagy bármilyen más űrprogram keretein belül. Én azért azt is gondolom, hogy majd a nagyon távoli jövőben azért jó lenne látni egy magyar állami űrhajóst esetleg a Holdra, vagy egy Gateway-re feljutni. Azonnal vagyunk. Én álmodozó típus vagyok, úgyhogy ezen dolgozunk, így van. És hogyha megnézzük azt, hogy az európai asztronauták, hát ugye itt most Farkas Bertalant azért nem láthatjuk, mert ő egy teljesen más program keretein belül járt a világűrbe, itt most tényleg az ESA által felküldött űrhajósokat láthatjuk, és azért itt láthatunk kisebb és nagyobb államokat is. Tehát, hogy itt azért nem csak arról beszélhetünk, hogy csak egy Anglia vagy csak egy Németország küldtetett fel űrhajost a világűrbe, hanem itt azért látunk esetleg egy Hollandiát, ugye láthatunk egy Svédországot, tehát hogy itt azért vannak különböző űrhajósok, és nagyon reméljük, hogy ti lesztek majd a következők, akik nézitek ezt a mai adást. És én meg is köszönném a figyelmet, természetesen a hivatalos oldalain, hivatalos csatornáin bármennyi információt kaphatok, angol nyelven írtok, mindenképpen fogtok választ kapni, de hogyha esetleg tőlünk szeretnétek direct kérdezni, vagy bármi olyat, amit esetleg féltek megkérdezni mondjuk az ESA-tól, ha tőlünk kérdezitek, ugyanaz, mint hogyha az ESA-tól kérdeznétek, úgyhogy mint magyar delegáció mi is nagyon sok szeretettel válaszolunk bármilyen kérdésre, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogy itt voltatok, és kibírtátok ezt az egy órát. Köszönöm szépen, azért még ne zárjuk be az egészet, mert most jönnek majd a kérdések. Szerintem Gábor nyugodtan hajt fönn ezt a diát, hogy akkor ha valaki még a kérdések közben eszébe jut, hogy mégis csak szeretne veled kapcsolatba lépni, akkor tudjon. És akkor én majd megkérem Székelyen a Krisztinát, aki látja a Facebookon, hogy mennyi kérdés érkezett, ha egyáltalán érkezett kérdés. Attól tartok, hogy rengeteg érkezett, úgyhogy... Az igazság a kettő között van, érkezett 7 észrevétel és 2 kérdés, de szerintem eltart egy darabig, hogy megválaszoljátok. Az első észrevétel Suminszki Nándortól érkezett, ő azt írta, 1198 ember volt kiválasztva, közülük 568 jutott el a világűrbe, kvázi 50%. Ez nem olyan rossz arány, azt gondolom. A másik észrevétel Almár Ivántól jött, ő azt írta, segédanyagként a nyelvi felkészüléshez ajánlom a MANT angol-magyar űrszótárát, amelynek teljes 20 nyelvű változata az interneten is elérhető a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia honlapján. Ezekre eddig könnyű volt válaszolni, úgyhogy köszönjük szépen. Igen, ez a 2 észrevétel volt, de van 2 kérdés is. Vizié Csenge kérdezi, kezelt, azaz kezelés mellett tünetmentes krónikus betegséggel, pszichiátriai betegséggel sem lehet jelentkezni? Attila, vagy némítva?
Hát először is köszönöm a kérdést. Én első körben azt mondanám, hogy sajnos nem lehet így jelentkezni, mert ki tudja, hogy nem lehet tudni, hogy az űrben esetleg a gyógyszernek a hatása megváltozik, vagy az űr élettan ilyen területen meg egy teljesen ismeretlen terület. Tehát az űrügynökség szerintem nem kockáztatna azon a téren, hogy ilyen betegséggel rendelkező személyt felküldene, de a jövőben szerintem lehet, hogy lesz rá mód, hogy egy gyógyszerelt beteg ugyanúgy, vagy egy személy ugyanúgy tudjon jelentkezni, de szerintem a mostani válogatásnál még nem. Így van, én is csatlakoznék ehhez, hogy ugye most vannak kutatások azzal kapcsolatban, hogy a mentálhigiénés akut állapotát az űrhajósoknak az űrutazások során, hogy tudjuk nyomon követni, felmérni, és hogy jelenleg most technológiailag nem tartunk ott, hogy ezeket a kockázati tényezőket figyelmen kívül tudjuk hagyni. Egyébként egy nagyon jó filmet, hogyha ezzel kapcsolatban tudok ajánlani, ez az Ad Astra című film, ahol nagyon szépen bemutatja azt, hogy a mentálhigiénés ilyen akut állapotát az űrhajósoknak hogyan lehet nyomon követni. Hát nyilván ez egy koncepció, csak hogy ez egy jó példa ezzel kapcsolatban. Igen, és még annyit tennék hozzá, hogy egyébként pont magyar kutatók, az MTA-TTK-n dolgozó Balázs László és Simon Bea professzorok és az ő kutatásaik is nagyon fontos nemzetközi eredményeket adtak nekünk már a neurológiai vizsgálatok terén. Van olyan vizsgálat is, amelyik arra irányul, hogy ahogy távolodunk majd a Földtől, és túlmegyünk már a Holdon is, ugye hát a Mars felé, és adott esetben már nem is látjuk a Földet, az okoz-e például az addig teljesen stabilnak tűnő pszichés állapotunkban törést. Tehát egyelőre annyira ismeretlen a terület, hogy valószínűleg most még ebben nem kockáztatnak, de a jövő mindenképpen az, hogy adott esetben ebbe az irányba is elinduljunk. De pont ezért szükséges a vizsgálatokat folyamatosan folytatni, és valóban a súlytalanságban a gyógyszerható anyagok megváltoznak, a viselkedésük is adott esetben le tudnak bomlani gyógyszerek talán gyorsabban is, és ennek megfelelően itt fokozott óvatossággal járnak el még. Köszönöm szépen, akkor van még kérdés, meg közben. Az a jó hírem van, hogy közben még két kérdés érkezett, úgyhogy még három van hátra. Szentpéteri László kérdezi, lehet, hogy a rövidítéseket nem pont jól mondom, ha jól értem, annak ellenére, hogy az ELSA MED Class 1-jel, zárójelbe CPL, vagy Class 2-vel, zárójelbe PPL, repülhet valaki bizonyos rendszeresen szedett gyógyszerekkel, például magas vérnyomásra szedett gyógyszerek, ha azok működnek és a vérnyomás jól beállított, de itt mégsem jelentkezhet, mert van állandó betegsége, azaz ez felülírja a MED Class 2 minimumot? Ugye itt a part MED Class 2, ugye itt ha azt nézzük, ugye a 1178 meg 2011-es EU rendeletnek ugye a part MED mellékletének természetesen annak kell megfelelni, tehát hogy itt ugye a kiírásnál, amikor azt mondjuk, hogy a part MED Class 2 orvosi minősítést kell megszereznünk, akkor ugye az azt jelenti, hogy az abban foglalt kritériumoknak kell megfelelni. Tehát én igazából én erre azt mondanám, amit amúgy az Éza is mondott, hogy tehát jelentkezzünk, töltsük ki, küldjük el, és akkor ők majd a jelentkezési procedúra folyamán majd el fogják dönteni, hogy az adott gyógyszerezés mellett az adott egészségügyi állapotban most lehet-e folytatni, vagy nem. Tehát nagyon korai most azt latolgatni, hogy pontosan mik a kizáró okok. Nyilvánvalóan a Katival majd, amikor megjön ez a kézikönyv, hogy pontosan mik az egészségügyi követelmények majd a kiválogatás utolsó előtti fázisára vonatkozóan, akkor majd erre sokkal részletesebben fogunk tudni válaszolni. Most ebben a pillanatban most én is csak azt tudom mondani, hogy az, aki az EU rendelet Annex 4 partmet szerint a Class 2-vel rendelkezik, adminisztratíve megfelel, be tud kerülni a kiválogatásba, és majd közben természetesen ugye elválik, hogy ő tud-e tovább menetelni, vagy pedig nem. És elképzelhető az, hogy vannak tényleg olyan gyógyszerek, vagy olyan kezelések, amikkel ez lehetséges, mert egyébként én, és ezt Katihoz fordulnék leginkább, hogy mi azt szoktuk mondani, hogy akinek keringési problémái vannak már itt a Földön, akkor azok nem igazán tudnak
jó űrhajósok lenni, vagy kockázatmentes űrhajósok lenni, mert miután, ugye általában, hogyha azt mondjuk, hogy egy egészséges ember mindenféle keringési probléma nélkül felkül a világűrbe, és onnan ő visszajön a Földre, ő már alapból lehet, hogy kialakul majd nála egy keringési rendellenesség, és hogyha már egészségtelenül megyünk föl, akkor lehet, hogy még nagyobb problémák lehet, de Kati, lehet, hogy átadom neked a szót ezzel. Köszönöm, és teljesen egyetértek, hogy a sajnos tiltó lista, tehát ilyen kardiovaszkuláris betegségek, szív- és érrendszeri betegségek természetesen sajnos tiltó listán vannak, hogy olyannal sajnos nem lehet részt venni az űrprogramban. Ezzel kapcsolatosan még egy érdekességet hozzátennék, hogy körülbelül egy éve volt egy olyan igazából cikk, hogy a nemzetközi űrállomáson az első mélyvénás trombózis, nyaki mélyvénás trombózist találták meg, és annak ellenére, hogy az adott űrhajós nem rendelkezett a rizikófaktorokkal, és amilyen számomra egy ilyen hatalmas, egy ilyen kis csoda volt, hogy bemutatta, hogy a telemedicina mégis mennyire jól működik, hogy a Földről igazából irányították az űrhajósokat, hogy ezt hogyan oldják meg, az ultrahangozásban segítették, mert hiszen a nyaki jugularis véna, nyaki vénánál található ez a trombus, ez a vérrög, és ezáltal a nyaki vénákat ultrahangozták, és a Földön ugyanúgy látták a monitoron az ultrahangképeket, és ezáltal a szakorvosok tudtak segíteni, illetve megfelelő gyógyszert tudtak nekik adni. És ez arra is jó volt ez az eset, hogy rámutassanak arra, hogy a fedélzeten lévő gyógyszermennyiség nem elegendő, hiszen a kezdeti kezelésekhez természetesen elég volt, de még mindenféleképpen utánpótlásra volt szükség. Ezért is van most az az irány, hogy szeretik azokat a kísérleteket is preferálni, hogy a fedélzeten elő lehet állítani fontos hatóanyag, ott lévő komponensekből hatóanyagokból gyógyszert. Úgyhogy, és ebben is egyébként a magyar kutatásoknak vannak javaslatai, magyar kutatóhelyeknek és tudományegyetemeknek, úgyhogy lesz, bárki is jut fel, majd lesz dolga. Gondoskodunk róla. Köszönjük, ezek izgalmas kérdések még van. Van. Két apró egészségügyi kérdés, hogy műtött vállal lehet-e jelentkezni, illetve a fogkorona megléte hasonlóan kizáró ok-e. Nem tudom, hogy belemenjünk ennyire egészségügyi részletekbe, de talán röviden lehet rájuk válaszolni. A ületetlen műtött váll? Igen, illetve fogkorona. A műtött váll esetében én azt tudnám mondani, hogy a kérdés, hogy a mozgásban mennyire korlátozza őt. Ez a beavatkozás, vagy mennyire nagy volt ez a beavatkozás. Én így lehet, hogy én is azt mondanám, mint így a többiek, hogy próbálja meg, aztán majd az Európai Ügynökség szakemberi eldöntik. De Gábor, te tud esetleg pontosabb információt, nyugodtan szólj hozzá, kérlek. De én első körben azt mondanám, hogy meg kellene tudni, milyen fokú volt ez a műtét, korlátozza, azóta volt-e valamilyen szövődménye? Igen, én egyébként erre utalnék vissza, hogy az az általános álláspontunk ugye Éza részről, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki bizonyítottan tudja a rendeltetésnek megfelelően használni a végtagjait, akkor ő végül is kvalifikált, tehát hogyha van valakinek egy válműtéte, de ugyanúgy ki tudja téríteni a vállát abban a tartományban, mint az átlag emberek, akkor természetesen nem kizárók. De attól a pillanattól fogva, mint ez őt akadályozza bármiben, akkor az a szűrés során így is úgy is ki fog derülni. Tehát tulajdonképpen én csak ugyanezt tudom megerősíteni, amit mondtál, amit már sokszor elmondtunk, hogy adjátok be a jelentkezést, és akkor majd a negyedik fázis után ki fog derülni, hogy átmentetek-e. Illetve a fog problémákra is ugyanezt tudjuk mondani, tehát most nem érdemes végigmenni az összesen az implantátum, a különféle tömés fajták és mi egymás. Nyilván itt a fogazatban már nem annyira szigorú az előírás, mint az első pionír űrhajósoknál, hogy egyetlen egy tömése sem lehet, de nagyon azért ahhoz elég szigorú, hogy mert ez egy kritikus kérdés, hogy ezt nagyon komolyan veszik, de ezt eldönteni csak akkor lehet, hogyha az adott jelentkezőt megvizsgálják. Tehát ez minden eset egyedi, aki úgy érzi, jelentkezzen, és bárhány fokozatot megy előre ebben a procedúrában, az egy élmény lesz neki, egy jó élmény, tehát hajrá, és majd legfeljebb kiderül, hogy mondjuk földi parancsokat fog tudni majd az irányító központból felküldeni, de ő maga nem mehet fel. És az is egy nagy dolog, nem?
Abszolút, itt még talán egy ilyen, ha már ugye mindig elmegyünk egy kis tudományos irányba, ugye itt azt lehet látni, hogy akár ugye, mint a repülésben is látunk, ugye egy túlnyomásos kabinban fognak üzemelni ugye az űrhajósok, hát ez szerintem teljesen egyértelmű, mert ugye pláne ugye a világűrben ott aztán abszolút alacsony a parciális nyomás, és ugye általában itt, hogyha megnézzük azt, hogy milyen magasságokon állítják be ugye a bent lévő nyomást, ugye itt nyilvánvalóan a külső és a belső nyomás közötti legkisebb menedzselhető különbség próbálják meg beállítani. Hát nyilvánvalóan a világ, ugye egy repülőgépbe, ez topikális környezetbe, ez egy teljesen más kérdés, egy űrhajó esetében ugye ott ez egy hatalmas nyomáskülönbség, amiről beszélünk. Nyilvánvalóan itt majd azt fogják vizsgálni, vagy bármivel kapcsolatban, hogy akkor abban az esetben, hogyha rapid dekompresszió lép fel, vagy megnövekedik, vagy lecsökken a kabinnyomás, rapid módon, akkor ott ez milyen élettani hatásokat válthat ki az űrhajós jelöltben. Hát ugye ezt erre akár egy barokkamlás, a kiválogatásra egy barokkamlás session is adhat majd megoldást, úgyhogy én továbbra is, ugye, amit már mondtunk, hogy ugye jelentkezzen mindenki, és közben ki fog derülni. A lényeg az, hogy senki ne hagyja magát tőlünk lebeszélni, hogy jelentkezzen. Annál is fontosabb, hogy minél több magyar jelentkezzen, mert akkor van a minél nagyobb esély, hogy lesz magyar kiválasztott űrhajós a kontingensben. Más kérdés? Igen, igen. Birkert Zsófi kérdezi, hogy mérnök informatikus MSC diploma B2 angol-német komplex nyelvvizsga elég, vagy szükséges jelentkezési határidejük a C1 angol? Szükséges a C1 angol, ugye az európai standard, tehát a CEFR alapján ugye a C1-es kompetenciát kell tudni igazolni, ugye ez sajnos csak nyelvvizsgával lehet igazolni, úgyhogy itt egyébként, hogyha van erre irányuló kérdés, akkor IKO level 4-5-6-el sem lehet jelentkezni, tehát a CEFR szerinti C1-es papírnak kell meglennie. Van egy-két olyan kérdés, ami már elhangzott korábban, például, hogy hány éves kortól lehet jelentkezni, de szerintem mindenkinek, aki később érkezett, érdemes végignézni majd újból ezt az egész beszélgetést, mert nagyon sok információ elhangzott már, amit itt meg is kérdeznek. Bocsánat, úgyhogy... csak annyit szúrnék be, hogy alsó korhatárt azt nem mondtunk, tehát ha valaki most azt megpróbálná megkeresni, az nincsen. Itt tulajdonképpen az alsó korhatárt az fogja befolyásolni, hogy ugye kinek hogy lehet meg az MSC végzettsége, vagy a tesztpilóta végzettsége. És szerintem most három év gyakorlat. Meg a 3 év gyakorlat. Igen, tehát ezért én a Katira nézek, hogy én is föltegyek egy kérdést, hogy neked ugye nincs meg a 3 év gyakorlatod, mert még a diplomáért is hajtani kell, de hogyha meg lenne, akkor például jelentkeznél a űrhajósnak. Hát ezek után ilyen meggyőződés után mindenképp, tehát nem hagynám ki, engem meggyőztetek, de alapvetően nekem a fő célom, hogy én úgy, mint ahogy Gábor, hogy én támogassam az űrhajósokat, és én az részese legyek. Nem én szeretnék lenni az űrhajós, hanem én részese szeretnék lenni ennek az egész folyamatnak, és hátulról támogatni, és én is így egy kicsit, ha csak egy apró dolgot, de hozzáadni ehhez az egészhez. Ha tényleg egy magyar űrhajós végre ráléphetne a Holdra, és én tudom, hogy én egy picit hozzátettem ehhez, akkor annál szerintem jobb érzés nem lehet. Nagyszerű, ez majdnem, hogy végszónak is jó volt, de még szerintem van kérdés. Van, nem is egy. Egy elméleti fizikus kérdezi, űrhajózás műszaki konkrétumait mennyire kell előre tudni a bekerüléshez, vagy az mennyiben a kiképzés része inkább? Hol lehetne jól utána olvasni? Hát itt ugye nagyon sok szakirodalom elérhető az interneten. Én amit javasolni szoktam, az a NASA-nak a hivatalos oldalán elérhető egy olyan tréning szekció, ahol van egy ilyen gyors talpaló tulajdonképpen olyanoknak, akiket érdekel általánosságban az űrkutatás, egy ilyen orientációs pak. Az nagyjából végigmegy azokon a tantárgyakon, amiken egy űrhajós alapképzés is általában végig szokott menni. Én úgy gondolom egyébként, hogy minden szakmai kompetencia fejlesztése maga a tréning során természetesen sor kerül majd. Itt ugye azok a tudományos fokozatok, vagy azok a
a tudományos tapasztalatok, amiket elvárnak a jelentkezéshez, az leginkább tapasztalati szinten fog ebbe megjelenni, tehát maga a tárgyi tudás, amiről ugye beszéltem, a knowledge skill attitude közül a knowledge, az természetesen az egyéves basic training során az, ami elengedhetetlen az űrhajós munkához, az ott mindenféleképpen átadásra kerül. Természetesen lehet előre olvasni, lehet előre készülni. Az orosz szakirodalomban is megtalálható nagyon sok olyan anyag, ami leírja azt, hogy pontosan égi mechanikai szempontból miket érdemes tudni egy űrhajósnak. Lehet előre készülni, tényleg vannak elérhető anyagok ezzel kapcsolatban, de hogyha valaki tényleg csak azt szeretné, hogy ő csak jelentkezik és majd ott megtanulja, az is nem fog csalódni, tehát mindent meg fognak tanítani azt, amire szüksége van az űrhajósoknak. Van itt egy szándékosan provokatív kérdés, ezt ide is írta a kérdés feltevője, hogy ez szándékosan provokatív kérdés. Elképzelhető-e, hogy a projekt asztronauta állományt alapvetően politikai célból találták ki? Arra gondolok, hogy a magba, a karrier asztronauták közé, ugyanúgy a legnagyobb befizetők Franciaország, Németország, Olaszország és Egyesült Királyság állampolgárai fognak véletlenül bekerülni, és az új csatlakozók, illetve a kis országok majd adhatnak egy-egy szemét a tartalék állományba. Ami persze óriási előrelépés, de hát... Erre én azt próbálom válaszolni, mert a kérdés egyébként releváns, mert amikor Gábor kivetítette az eddigi ESA űrhajósokat a nemzetiségeikkel együtt, akkor azért ott nehéz volt nem látni a dominanciáját a nagy űrhatalmaknak az ESA-n belül, hogy azt szeretnénk remélni, hogy ez nem így van. Nyilván, ahogy Gábor, egyébként ezt beszélgettük ugye Gáborral, és hát próbáltuk is javasolni az Európai Ügynökség felé, hogy azért legalábbis távlatilag az lenne az irány, hogy minden tagállamnak biztosítsunk egyenlő pályák, egyenlő esélyek alapon valamekkora lehetőséget, de azért azt gondolom, hogy az, hogy már eleve, hogy úgy nyitják ki a lehetőségeket, hogy projektasztronautából közel 20 kerül majd kiválasztásra, és körülbelül 4 vagy 6 karrierasztronauta, ez azért már akkora létszám, amiben azért reméljük, hogy valóban a kisebb országoknak is valódi esélye lesz. De hát ugye ezért van az, hogy Magyarországon mi készülünk a Nemzeti Kutató űrhajós programmal is, és legyünk erre büszkék, úgyhogy aki magyar, az nyugodtan és szeretne eljutni a világűrbe, annak azért több lehetősége is van. Ez egy mindenképpen nagy dolog. Az Európai Ügynökség más tagállamai nem feltétlenül rendelkeznek most egy ilyen pozitív lehetőséggel, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy még ha esetleg most úgy is érzi, azért esélye az most nyílik. Egy rövid kérdés érkezett, hogy mély építőmérnöki diplomával lehet-e jelentkezni? Én azt gondolom, hogy igen. 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 És még egy kérdés, amiről már részben volt szó, hogy hogyan áll a magyar-orosz űrhajós program? Igen, ugye ez az, amit mondtam, inkább úgy fogalmaznék, hogy magyar kutató űrhajós, tehát nemzeti kutató űrhajós program, és itt meglepően jól állunk, mert a tudományos tartalmat lassan sikerül úgy véglegesíteni, hogy a fontos nagy kutatóhelyek, akadémiai kutatóintézetek és csoportok, tudományegyetemek be vannak kapcsolva ebbe a programba, és lassan körvonalazódik egy reális és tartalmas olyan tudományos misszió, ami már meghatározza, hogy milyen hosszúságra és milyen hosszú fenntartózkodásra keressük majd az űrhajóst. Itt azért nem mondanék most erről egyelőre többet, mert egyrészt most az Európai Űrügynökségnek a kiválogatásáról beszélgetünk, másrészt pedig hamarosan arról is fogunk tudni majd bővebben beszélni. Minden esetre, aki abban gondolkodik, hogy űrhajós irányba szeretne elindulni, arra biztatnám, hogy most mindenképp már indítsa el a papírjait ez alapján, a lehetőség alapján, amit itt látunk, kezdje el összeszedni. Nagyjából egyébként mindenhova ugyanezek ezek a paraméterek kellenek, tehát nagy csodák nincsenek, mert már előrébb fog tartani a folyamatban, amikor a nemzeti programot is el tudjuk indítani. Nincs több kérdés. Köszönöm szépen, én nagyon szeretem a provokatív kérdéseket, főleg akkor, hogyha én teszem föl, nem nekem kell megválaszolni, de most nekem is van egy provokatív kérdésem Orsolyához, hogy
Mibe kerül az majd nekünk, hogyha véletlenül kiválaszt az ESA egy mondjuk egy magyar karrierűrhajóst? Mivel az Európai Ürügynökségnek vagyunk a tagjai, a befizetésünk alapja, és teljes jogú tagjai vagyunk, de majd itt Gábor is még fog erről beszélni, mint a delegációnak ezen a részén a magyar képviselet. Ezért ez a befizetéseink már minket feljogosítanak arra, hogy itt bekapcsolódjunk. Tehát ha úgy tetszik, ez a jegy már így mond ki van fizetve. Ezért is nyitottuk meg a lánykori nevén Human Flights and Exploration, és most majd Gábor kijavít, hogy a legújabb neve micsoda, mert az ESA-ban elég gyakran váltják a programok neveit, de ez az emberes repüléshez kapcsolódó kutatásokat. Azért nyitottuk meg, azért helyeztünk oda is befizetést és tagdíjat, hogy ezek a lehetőségek a magyar emberek számára megnyíljanak. Úgyhogy ez külön tudomásom szerint extra befizetéssel nem fog járni. Ez önmagában attól van ez a lehetőség, hogy az Európai Ürügynökségnek a tagjai vagyunk. Akkor ezen nem fog múlni, és akkor még egy ok arra, hogy minél többen pályázzanak. Pontosan. Így van, és csak megerősíteni tudom, amit Orsi mondott. Most egyébként Human Space Flight Robotic and Exploration most jelenleg a neve, de hát tényleg hetente változik. Nem baj, jövőre már megint más lesz. Pontosan. Igen, tehát, hogy mivel mi tulajdonképpen lassan már jó ideje tagjai vagyunk, és most ugye egy éve ülünk ebbe a bizottságba, és részei vagyunk ugye ennek a Human Space Flight és Exploration programbizottságnak, tehát ez a jegy, amit mondott Orsi is, ez megvan véve, tehát tulajdonképpen itt az ESA egy ilyen erre elkülönített közös költségvetésből fogja fizetni ezeket az űrhajósokat, tehát ez Magyarországot a jelenlegi költségvetésen kívül nem fogja terhelni, tehát hogy az, amit eddig befizetünk, az ugyanennyi maradt. Tehát nem fog emelkedni azért, mert hogy most van egy magyar űrhajósunk. Nagyon szépen köszönöm, és akkor nekem nincs több provokatív kérdésem, de azért azt megkérdezem, hogy valamelyik ötökben esetleg benszakadt valami olyan mondandó, amit el szeretnétek mondani így végszóképpen. Köszönöm, én elmondtam. Kicsit félek tőle, hogy Gáborban benne szakadt valami. Igen. Nem, abszolút semmi, mert én tényleg nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ja, én nagyon szépen, mondjad, Kati? Én csak annyi remélem, mindenkinek felkeltettük az érdeklődését, és ezek után mindenki jelentkezni fog, aki most részt vett ezen az előadáson. Nagyon szépen köszönöm, és akkor aki most nem tudta ezt követni, az hamarosan a MANT-nak a YouTube csatornáján is meg tudja nézni ezt a beszélgetést, illetve hát a megadott elérhetőségeken, ahogy tudunk, mindenki képességei szerint segít annak, akinek kérdései vannak, és segít a pályázásban. Nagyon szépen köszönöm akkor Ferenc Orsolyának, Boros Katalinnak és Magyari Gábornak, hogy részt vettek ezen a beszélgetésen, és a nézőknek, hogy követték. Köszönöm szépen mindenkinek, szép estét kívánok!